Sziasztok! A mai videóban a vakon csótányról, vagyis az Euglaverus distanti nevű csótányfajról szeretnék beszélni nektek egy kicsit. Amik ebben a videóban elhangzanak, a tartással kapcsolatos információk, a legtöbb Euglaverus fajra egyaránt érvényesek. Hiszen a hobbiban az Euglaverus distanti mellett előfordul még az Euglaverus posticus, az Euglaverus serranus, és egy Euglaverus SP ivory nevezetű, hát mondanám, hogy faj, végülis faj, is, amiről még igazából nem lehet tudni, hogy pontosan melyik fajba tartozik. Vannak, akik azt mondják, hogy az Euglaverus distantinak egy világosabb színű változata, ugye ezért kapta az ivory elnevezést, de jelenleg ez még csak egy ilyen fantázia név, mint ahogy például az ászkánknál, a kubariszoknál szokás, hogy csak elnevezték valaminek, amire hasonlít, de hogyha valamit Euglaverus SP ivory néven vagy distanti ivory néven kínálnak, akkor az ugyanaz a faj. Tartása megegyezik az Euglaverus distantival. A különbség annyiban áll, hogy az ivory gyorsabban szaporodik, tehát ez még egy ettől is szaporább faj. A serranus, illetve a posticus pedig szerintem az életmódját tekintve is nagyon hasonló ehhez a fajhoz. Nekem most csak a distanti van, de korábban az ivory kivételével a többi fajt már tartottam. Nos, rögtön kezdjük is a fekete levessel, hogy kinek tudom ajánlani ezt a fajt. Ugye sok csótánynál, például ugye a madagaszkári bütykös csótányoknál is említettem már, hogy egy idő után azért nagy szaporulatra lehet számítani, hogyha már elég nagy a kolóniánk. Ez az Euglaverusoknál fokozottan igaz. Az egyik legjobb, ha nem a legjobb eleség állatok egyébként. Éppen ezért, hogyha hobbi célra szeretnénk őket tartani, és nem áll szándékunkban esetleg később eladni, elcserélni őket, és nincs olyan állatunk, ami meg tudja enni, akkor arra fel kell készülni, hogy egy idő után egy hatalmas kolóniánk lesz. Én már most őket egy ekkora nagy dobozban tartom. Nincsenek benne egyébként olyan sokan, olyan körülbelül nem tudom, 3-400 egyedem van jelenleg. Én a madárpókoknak, illetve a kamélonnak is elesigáltnak használom, de még így is ilyen sok van belőlük. Úgyhogy megmutatom majd mindjárt a csótányt, és természetesen beszélek róla, de ezt szerettem volna ezzel kezdeni, mert szerintem nagyon szépek egyébként, én ezért kezdtem el őket tartani. Nekem az Euglaverusok, illetve a Blaberusok az a top 3 csótány, kedvenc csótány nemzetségemben benne vannak, de sajnos ezzel nekem is szembesülnöm kellett, hogy egy idő után egyszerűen túl sok van belőlük. Éppen ezért egyébként a jó oldala ennek, hogy viszonylag olcsón beszerezhetőek. Ja igen, még egy fajt kifelejtettem. Az Euglaverus marajoara az egyetlen olyan Euglaverus faj, ami jelenleg elérhető a hobbiban, és ténylegesen sok pénzbe kerül, olyan 40-50 euróba kerül nagyjából 10 egyet, még a többi Euglaverus, amiket felsoroltam, olyan 8-10, maximum 15 euró körül van, egy olyan 12-15 egyetből álló csapat. Tehát viszonylag az olcsó csótányok közé tartoznak, és ugye ennek a szaporossága az okuk. A marajoara azért drágább, nem azért, mert kevésbé szaporább, hanem mert viszonylag új faj a hobbiba, néhány éve elérhető csak, ritkább, kevesen tartják még, tehát azért a 45-50 eurós árkategóriában már vannak olyan csótányok, amiket általánosságban az emberek szebbnek, érdekesebbnek, egzotikusabb kinézetűnek tartanak, de nekem az Euglaverusok és Blaverusok a kedvenceim közé tartoznak. Na de akkor lássuk! Lássuk a csótányokat! Nos, ugye, amint említettem, én ebben a nagy dobozban tartom őket, nemrég költöztettem át őket ebbe a dobozba. Nekem ez a legnagyobb méretű dobozom, amit csótányok tartására használok. Nem kifejezetten az egyetszám miatt választottam ezt a doboz méretet. Nincs egy centim, ez a nagyobb teszkós doboz, illetve a nagyobb ikás doboz is, ez körülbelül ez a méret, hanem a csótányok mérete miatt választottam ezt a dobozt. Blaberusokat is ekkora dobozokban tartom. Apa, itt van egy. Okay. Szóval nem a legszebb a példánya ennek a fajnak. Igen, hát igen, ez egy frissen vedlett nőstény, mindjárt meg is mutatom nektek.
Nem tudom, mennyire látszik. Gyerek messze fel. Oké. Szóval, ez a testvére, csak hogy lássátok, körülbelül olyan 5-5,5 centis testhoz érnek el. Onnan tudom, hogy ez a nőstény frissen vedlett, hogy puha még a kültakarója, nem csak a szárnyai, hanem ahogy megfogom, kicsit olyan, mint egy pillecukor. Ez egy pillecukor csótány. És láthatjátok, ami sajnos főleg a nőstényekre jellemző, hogy a szárnyai nem tudtak teljes mértékben kibontódni, tehát kicsit deformált ennek a nősténynek a szárnya. Ez ennél a fajnál gyakran előfordul, de más szárnyal rendelkező csótányfajnál is megfigyelhető, és sokszor már saját szememmel is láttam, hogyha kevés, viszonylag kevés nőstény van a csoportban, tehát egy hímre, vagy egy nősténre több hím jut, akkor gyakorlatilag a hímek már akkor sorban állnak a nősténnél, amikor hogy az utolsó nimfa stádiumból adultá kezd el vedleni. És egyszerűen zaklatják a nőstényt, és már ott löbdösik, hogy magukra felhívják a figyelmet, holott ugye a nőstények a vedlést követően, nem tudom, hogy a falnál pontosan hány nap, de általában még egy-két napig nem képesek arra, hogy pározzanak a hímekkel, vagy legalábbis elutasítják a hímeket, nem képesek megtermékenyülni. De ez a hímeket nem szokta zavarni, ők akarnak lenni nyilván az elsők, és zaklatják a nőstényeket. Természetesen ez nem csak nem ez az egyetlen oka annak, hogy a szárny deformálódhat, éppen ezért ennél a fajnál, mint minden szárnyal rendelkező csótánynál nagyon fontos, hogy legyen valamilyen fakéreg, tojástartó, vagy egyéb vertikális felület, amire a vedlést követően felmászhatnak. És itt, ha itt megy, ilyen felületen megy végbe a vedlés, akkor semmi nem ér a szárnyukhoz, és megfelelően tud megszilárdulni a szárny, és nem lesz ilyen hibás. Aztán a másik dolog, ami ennél a fajnál gyakran előfordul, ugye szintén ez akkor legnagyobb probléma, hogyha sok hímünk van, hogy a hímek képesek megrágcsálni egymás szárnyát. Ez a faj, csak próbál kibányászni innen egy hímet, ez a faj egyébként a nagyon fehérje igényes fajok közé tartozik, ezért fontos, hogy fehérjében gazdag táplálékhoz jussanak, és a megfelelő diéta az lecsökkenti ennek a rágcsálásnak a mértékét, de a hímek harcolnak egymással, ez is ugye sok Glabarus euglabarus fajnál ismert és publikált dolog, mutatok egy nagy nőstényt. Tehát ez már egy utolsó stádiumú nőstény. Én ekkorák. Tehát hogy a hímek harcolnak egymással, hogy eldöntsék, hogy ki a legjobb, legerősebb, legmenőbb hím, és az ilyen harcok következtében is előfordulhat, hogy megsérül a szárnyuk. Megkaplak. Itt egy. Hop, hop, hop. Hím, igen. Tehát a nőstények valamivel nagyobbak, mint a hímek, kb. Olyan fél centivel. Itt van egy hím, próbálom elkapni és megmutatni nektek. Oké, nem annyira sikerül, de tessék, itt egy hím. A hímek és a nőstények között, ugye méretbeli különbségen kívül, itt láthatok egy nőstényt, itt pedig egy hímet, a nőstény egy kicsit... Hát egyrészt a testmérete, nem tudom mennyire látszik, ugye a szárnyaktól, a hímek szárnya kicsit becsapós, de láthatjátok, hogy maga a testhossz az a nőstényeknél nagyobb, olyan kb. Fél centiméterrel nagyobbak, egy kicsit ducibbak is, de mindjárt megmutatom, hogy mi közöttük még a fő különbség. Tehát, így, bal oldalon egy hímet, jobb oldalon pedig egy nőstényt láthattok. Az utolsó szegmenst kell figyelni, a hasi oldalon. A nősténynek egy nagy, széles, a hímnek pedig két szelvény van, tehát az utolsó szelvény osztott. Nem tudom, mennyire látszik. Tehát ez a legfőbb különbség a hím és a nőstény között. Nem megállapításnak ez a módja, sok más csótányfajnál is nagyon jól működik, például a blaberuszoknál is. Tehát a nősténynél egy nagy, a hímnél pedig két kisebb, vagyis egy osztott szelvényt láthatunk. Itt láthattok két nagyobb nymfát. Ez a módszer náluk is működik, hiszen itt ugye a testméret az nem sokat segít. Ugye itt, hoppá. Nézőket megfogni, kis csúszósak.
Tehát, ugye ez a különbség nem annyira, nincs olyan markáns, mint ugye az adultak esetében, de ugye itt egy hímet láthatunk a bal oldalon. Így. Látszik a két pici szelvény. Látsz? Jaj. És itt pedig ugye a nőstény. Látszik, hogy egy nagyobb szelvény. Tehát már nymfakorban is, nagyobb nymfakorban is meg lehet mondani a különbséget a hímek és a nőstények között, de az adultak esetében a legegyszerűbb. És láthatjátok, hogy már sehol senki, egyből ásnak le, el is bújnak. Igen, a testük is egyébként ehhez alkalmazkodott, nagyon szuper kis szúrós lábaik vannak, amivel könnyen el tudják magukat ásni. Éppen ezért a gyerekek annyira nem szokták őket szeretni, egy picit szúrós a lábuk. Tehát így lehet a nemeket megkülönböztetni egymástól ennél a fajnál. Tehát ez az Eubabrus distanti faj, ők kevésbé színesek, tehát barnás színezetű a szárnyuk is, tehát világosabb barna, és az egész csótány barna, a posztikusznak pedig itt ez a fej mögötti rész egészen narancssárgás, tehát sokan azt a fajt szebbnek találják, jobban szeretik, hiszen kicsit látványosabb. A serranuson pedig több a feketés szín, de az is nagyon, hogy mondjam, egyszerű kinézeti csótány, és a marajoara az, ami talán a legszebb, a gyönyörű rajzolat miatt, ami a csótány hátán megfigyelhető. Jó, tehát megmutatom, hogy ez ki. Láttatok egy kicsit csúnyácska nőstényt, egy hímet, mutattam a nymfát. Igen, tehát ami még a tartásokkal kapcsolatban nagyon fontos, ugye a mászófelületen kívül, a vastag talajréteg. Most ezt itt most nézzétek el nekem, ez a hogyan ne tartsuk ezt a fajt rész, ugyanis ezt a kókuszrost darabos kókuszros dolgot próbáltam ki náluk, eddig nem ezen tartottam őket, most kb. Két hete raktam át őket ebbe a dobozba, és gondoltam, hogy ez majd milyen jó lesz ezeknek a csótányoknak, ugyanis ők nagyon szeretnek elbújni a talajban, olyan 8-10 centi laza a talajréteget igényelnek, főleg a nymfák enyhén nyírkos talajt szeretnek, de mint láthatjátok, tehát itt vannak a fakérgek, és sehol egy csótány, az adultak is nagyon szeretnek elbújni. Hiszen ezek a csótányok a természetben barlangokban fordulnak elő. Például Trinidad, Francia Guyana, ez a két élőhely, ahonnan, vagy két ország, ahonnan a fogságban tartott csótányok legnagyobb eséllyel származnak. És itt barlangokban fordulnak elő, ahol ugye gyümölcsevő denevérek laknak. Ugye ez a sok blabarus faj is ilyen élőhelyen található. Ez az Eubabrus distanti faj. A blabarus kolosseusokkal él egy élőhelyen, egy adott habitatban, egy barlangban. És ott osztoznak velük a barlangon, legalábbis Trinidadban ezt figyelték meg a kutatók. Az élőhelyet, ezt a habitatot úgy osztják fel egymás között, hogy az Eublabarusok elsősorban a talaj felszínen, ami gyümölcsevő denevérekkel tarkított barlangban a guano réteget jelenti, ami a barlang alját borítja. Tehát ők a természetben denevérürülékben élnek elsősorban, a nymfák legalábbis, az adultak a barlang talajhoz közeli részén helyezkednek el, a blabarus kolosseusok pedig inkább a barlang belsőbb, magasabb részén helyezkednek el. Fontos viszont, hogy annak ellenére, hogy egy nyírkos élőhelynek képzeljük el a barlangot, az adultak inkább a külső szárazabb területeken élnek a természetben, éppen ezért nincs szükségük kifejezetten magas páratartalomra. Ahhoz, hogy ne legyenek vedlési problémáik, érdemes a talajt egy kicsit nyírkosan tartani, legalább felét vagy egy harmadát, illetve nagyon szeretnek inni. ez egy olyan faj, ami ténylegesen akárhányszor permetezem a doboznak az oldalát, szépen ide sorban állnak, és leisszák lenyalogatják a vizet a doboznak az oldaláról. Természetesen, hogyha nincsen időnk
Természetesen. Kinek van naponta, két naponta permetezni a doboz oldalát, hogy a csótányok tudjanak inni, ezt vízzselével nagyon jól ki lehet váltani. Egyrészt venni is lehet, árulják is golyóformájában, illetve port is lehet kapni, amit magunknak elkészíthetünk, illetve agarból mi magunk is elkészíthetjük. Szerintem a következő videóban be is mutatom, csinálhatunk egy tesztet, miért nem? Kifejezetten ezért vettem én is a bolti port, hogy megnézzem, melyiket szeretik jobban a csótányok, az itthon agarból készített zselé, esetleg a bolti port, meg lehet, hogy rendelek ezekből a kis vicces golyókból is, hogy megnézzük, mi a különbség. Amit én láttam, és nem nagyon értem, szóval ha ti értitek, akkor magyarázzátok el nekem, hogy miért árulják ezeket a golyókat vitaminnal. Csótány? Csótány multivitamin? Vagy nem tudom. Nyilván ugye elsősorban azok az emberek veszik szerintem ezeket a golyókat, meg ezt tartom végül is kényelmes, észszerű megoldásnak, meg talán olyannak, ami megéri, hogyha ereségállatnak veszük ezeket a kis vízgolyókat, vagy zseléket, vagy akármiket, és akkor, mert az ereségállatunkat szeretnénk frissen, egészségesen tartani az állatunk számára. Csótányoknak felesleges, ez 100%. Elegendő vitaminhoz jutnak abból a táplálékból, amit megetetünk velük, hiszen nem chipsen, meg smeklevesen tartjuk őket, úgyhogy szerintem felesleges. De csinálok majd erről egy videót, mert már engem is nagyon hajt a kíváncsiság, és akkor majd visszatérünk erre a témára. De az biztos, hogy ők nagyon szeretnek inni, fontos számukra a nedvesség. Én hetente egyszer szoktam nekik zöldséget, gyümölcsöt adni, vagy hetente kétszer, mert tényleg ők borzasztó zabagépek, tehát akármit adok nekik, az egy perc alatt eltűnik. De a zöldségen és gyümölcsön, amit nyilván minden csótánynak, vagy például tüskőknek is szoktunk adni, mit szoktam még ennek a fajnak adni? Nos, hogyha a csótányos táplálékos videómat láttátok esetleg, abban bemutattam 1 millió dolgot, amit a csótányokkal meg szoktam etetni. A különbség az EU blabarusoknál és a blabarusoknál, de náluk kiemelten fontos ez, hogy ők mindig kapnak macska vagy kutyatápot. Lidl. A Lidl-ös macska és kutyatápot szoktam mostanában venni, mert nagyon szeretik a csótányok, és természetesen könnyen beszerezhető, hogyha van a közelben Lidl, de én meg vagyok vele elégedve, ezeket eszik. Különbség a macska és a kutyatáp között, hogy a macskatápban több a fehérje, magasabb fehérje tartalmú. Nálam jelenleg a jelenlegi állás szerint csak az EU blabarusok és a blabarusok kapnak macskatápot, mert úgy vettem észre, hogy a többi faj egyszerűen nem igényli ezt a nagy mennyiségű fehérjét. És ugye más csótányoknál szoktam variálni a dolgokat, egyik héten ezt tesznek, másik héten azt, mondjuk tegyük fel, egyik héten mondjuk lemezes haltápot szórok be nekik, másik héten egy kis kutyatápot, a harmadik héten mondjuk szárított rovarokat, és így tovább. Az EU blabarusok minden egyes héten kapnak macskatápot. Emellett szoktam még ugyanúgy, mint a többi csótánynak ezt kiegészíteni valamivel, egy kis haltáppal, vagy akármivel, például tegnap egy kis zapelyhet adtam nekik, mert kíváncsi voltam, hogy megeszik-e, hogy elmondhassam ebben a videóban, hogy megeszik-e és megeszik. Nem szoktam egyébként a többi csótányomnak jelenleg adni, de nekik nagyon íz lett. Úgyhogy ez a legfontosabb, szerintem legfontosabb különbség, hogy nekik tényleg nagy a fehérje igényük. Ugye vannak kígyóim, kicsi kígyók itt laknak, és hogyha úgy döntenek, hogy nem szimpatikus számukra az a fagyasztott és kiolvasztott egér, amit én felkínálok nekik, akkor az az egér az szépen átvándorol ide, és a csótányok szerintem egy 10 percen belül megeszik, és nem marad belőle semmi, csont se, minden, abszolút minden eltűnik. Adult egeret is egyszer vettem, csak azért, hogy kipróbáljam, hogy megeszik, és megették. Eltűnt, szőrén szállás szó szerint, abszolút megették. Ezzel szemben például majd egy következő videóban bemutatom a Blabarus giganteusokat, amik ugye ekkorák, sokkal nagyobb csótányok, és nem tudom, most van, azért oda nézek, mert ott vannak, van nem is tudom, 40 csótányom, és a 40 csótánynak, és ebből, tehát mit tudom én, mondjuk 30 adult 10 nimfa, amiket úgy láttam, beteszek nekik egy ekkora kis napos egeret, és akkor ott nyambognak rajta 2-3 napig, viccen kívül. Az EU blabarusoknak beteszem, mondjuk az ugyanazt az egeret,
kimegyek a szobából, megmosom a kezem, és mire visszajövök, már nincsen semmi. Sehol. És ez ugyanígy volt akkor is, amikor csak 10-15 egyedem volt, tehát nem azért van, mert sokan vannak. Macska. Úgyhogy ők tényleg nagyon szeretik az ilyesmit. De természetesen nem kell nekik egeret venni, tehát hogyha nincs kígyód, ami megadja az egeret, akkor ezt tökéletesen ki lehet váltani macskatáppal. Tehát nincs erre nézve kifejezetten igényük. Tehát amíg nem voltak kígyóim, nyilván én sem vettem csak ezért egeret. Jó, mit lehet még ezekről a csótikról tudni? Szobahőmérsékleten tökéletesen el vannak, ezért is mondtam azt, hogy szerintem az egyik legjobb eleség állat, mert például a csoki csótányokkal nekem is volt problémám, hogyha a páratartalom egy kicsit nem volt megfelelő, már nem úgy keltek a petetokok, hogyha a radiátor mellé tettem, akkor láttam nyilván, hogy szignifikáns mértékben nőtt a szaporulat. Ennél a fajnál szerintem a szoba leghidegebb sarkában vannak, pont ezért, mert nekik ez tökéletes. 22 fok általában itt most a hőmérséklet, mert spórolunk a gázzal, úgyhogy most 22 fokban, és tökéletesen nőnek, szaporodnak, abszolút semmi különbséget nem vettem észre mondjuk a tavalyi évhez képest, amikor 24-26 fok volt itt az állatos szobában. Úgyhogy én abszolút nagyon tudom ajánlani mindenkinek, sík fölleten nem mászna, repülni, én még soha nem láttam őket, nem tudom, hogy így a videó mennyire adta vissza, de nagy ducik. Tehát mondjuk, hogyha itt egy némfát is megnéztek, nem tudom, mennyire látszik, puty-puty, nem olyanok, mint mondjuk a dubiák, egy kis lapos valami, hanem ilyen kis ducik. Úgyhogy a madárpogók nagyon szeretik őket. Tehát nagy a test tömegük, a testméretükhöz képest, éppen ezért nem képesek repülni, vitorlázni. Én soha nem tapasztaltam, még soha nem láttam, hogy ezt csinálnák. De a talajra visszatérve, mert nem is fejeztem be a mondandómat, tehát, hogy ez a kókuszrost, ez a nagy darabos kókuszrost, ennél a fajnál egyébként bevált, maguk a csótányok nagyon szeretik. Kipróbáltam a Blaberus cranifereknél is, a halálfejes csótányoknál is, utálják, ki nem állhatják, egyszerűen nem bújnak el benne, így tudom lemérni azt, hogy tetszik-e nekik, vagy sem. Tehát ugye a halálfejes csótányok is nagyon szeretnek elbújni a laza talajba, de ez valamiért mégsem felel meg nekik, ez a nagy darabos dolog, nem bújnak el, ott állnak a felszínén, a fakérgek alatt, és szerintem arra várok, hogy végre kicseréljen rendes talajra. Ennél a fajnál bevált, a csótányok nagyon szeretik, látjátok, sehol egy csóti, teljesen leásnak az aljáig, úgy tűnik, hogy nagyon szeretik. Nekem van viszont vele problémám, mert csak a madárpókjaim megetetése több időt vesz igénybe, mint az összes csótányom és egyéb ízeltlábú etetése, mert egy óra, mire kibányászom innen a csótányokat, annyira jól el tudnak a kisebb nymfák bújni e között a darabok között. Tehát, hogyha eleségállatnak tartod, esetleg ezt a fajt, akkor abszolút nem javaslom ezt a talajt. Valószínűleg megvárom, hogy elhasználódjon, mert most válogattam át több száz csótányt, és nincs kedvem még egyszer megcsinálni. A blaberusoknál mindenképpen kicserélem, mert látom, hogy az nem, náluk nem működik. Ennél a fajnál jó maguk, a csótányok szeretik, de abszolút én rémálom őket kibányászni. Az egyetlen segítségem ez a kis kókusz héj dolog, valamiért ebben nagyon szeretnek itt elbújni a nymfák, úgyhogy ha szerencsém van is, úgy nyitom ki a dobozt, hogy nem zavarom meg őket, akkor nagy eséllyel találom a nymfákat ez alatt a kókuszdió héj alatt, de például a fakérgekre nem szoktak, tehát a fakérgek alatt nem szoktak összegyűlni, mint mondjuk sok más csótánynál ez tapasztalható. Igen, szóval a talaj, amit eddig használtam, és egyébként bevált, csak nem gondoltam kipróbálok valami más, gyűjtsük a tapasztalatot. Tehát, amit eddig használtam, az 70% biovirágföld, 30% kókuszrosttal keverve. Ez nagyon bevált, csak azért akartam mást kipróbálni, mert viszonylag hamar elhasználódott, ami azt jelenti, hogy ezek a csótányok képesek megenni mindent a talajból, amit ők ehetőnek gondolnak, és megették a kókuszrostot is. De sajnos nem tudom megmutatni, mert kidobtam, de gyakorlatilag ez a keverék pár hónap után úgy nézett ki, mint hogyha homok lenne, homok állagú föld
és ürülék keveréke volt. Tehát abszolút mindent megesznek, ami lebontható, és nekem az a predikcióm, hogy ez a kókuszrost is egy idő után egyszerűen csak el fog fogyni, már az alján, az előbb, hogy keresgéltem nektek a csótányt, hogy megmutassam, már az alján egy ilyen fél centi apró kókuszrostos réteg már van, ami nem volt, mert abszolút csak ezekből a nagy darabokból át ez a talaj, tehát valószínűleg le fogják ezt bontani. Úgyhogy, ha csak ilyen van otthon, vagy kimaradt, mert nekem például kimaradt, akkor nyugodtan használhatjátok, mert úgy látom, hogy a csótányoknak bevág, csak egyszer nehéz őket ebből kiszedni. Hogyha ellenségállatnak tartjátok őket, akkor nagyon ajánlom a magasabb dobozt, én is fogok majd venni egy másikat, csak ez volt éppen kéznél, hogy lehessen beletenni például a tojástartót, mert azokra viszont főleg az adultak szívesen felmásznak, és akkor a nymfák szépen elbújhatnak a talajba, a tojástartóra az adultak, és akkor könnyebb velük bánni is, illetve természetesen kisebb darabos talaj az segít abban, hogy kibányásszuk a csótányokat innen. Jó, nem tudom, van-e még valami, amit elmondhatnék velük kapcsolatban, nagyon szuperek, ez a legfontosabb, tényleg abszolút nagyon ajánlom, én nem is nagyon tartok más ellenségállatot, csoki csótányom sincsen már, dubiáim sincsenek már, mondjuk azt majd szeretnék megint, de én a csoki csótányokat is teljes mértékben ki tudtam velük váltani, elég nagy a kolóniám, éppen ezért mindig találok megfelelő méretűt a madárpókoknak, mert van néhány kisebb madárpókom, amik kisebb csótányt esznek. Talán az egyetlen hátrányuk, ugye, hogy elássák magukat a talajba, de kapják el azok a pókok, ezeket a csótányokat, tényleg. Viccen kívül van néhány lazi odor a paraiban ám, amik én nem tudom, beteszem nekik az ennivalót, legyen az tücsök, csótány, akármi, és csak állnak, és nézelődnek, és várják, hogy az ennivaló majd a szájukba sétál. Úgyhogy néha náluk másfajt választok, van elég csótányom, hogy ennek a négy parai banának mást válasszak, de a többi csótányomnál, vagy a többi madárpókomnál nincs ilyen probléma, mert szerintem még le se ér a csótány a talajra, már eszi a madárpóka csótányt. Jó, tehát megbeszéltük, vastag talajréteg, ami enyhén nyírkos, közepes páratartalom, szobahőmérséklet, magas fehérjetartalmú táplálék, lédús zöldséget gyümölcsel kiegészítve, és lehetőleg vízzselé, vagy a doboz oldalának permetezése. Ha ezeket a szempontokat figyelembe veszed, akkor biztos vagyok benne, hogy szuper, mega nagy kolóniát lesz, ami az EU-blabaroszokat illeti. Úgyhogy remélem, tudtam valami hasznosat mondani, természetesen, hogyha bármi kérdésed lenne ezzel a fajjal kapcsolatban, akkor várom a kommenteket, javaslatokat, milyen videóra lennétek kíváncsiak, írjatok nyugodtan e-mailt, kommentet, és találkozunk a következő videóban. Köszönöm szépen a figyelmet!